but the kind of brilliant extension, and the brilliance really is in the juxtaposition of this material with the tradition of surrealism here in Hungary, which is not exactly of the same moment, and it's not about post-surrealism, it's about the continuing phenomenon, World War I and the chaos and confusion of that time, extended to World War II and the chaos and confusion of that time. And you have an amazing kind of resonance that, frankly, we've not seen before between this material and that material. And I think what makes this combination of exhibitions really exceptional is exactly that. Én úgy gondolom, hogy most itt két kiállítást is láthatunk, és ennek a két kiállításnak a kombinációja az, ami ennek az eseménynek a kivételes jellegét adja, hiszen ugye a szürrealizmus az nem úgy valósult meg Magyarországon, mint post-szürrealizmus, hanem igenis ugyanabban az időben, mint bárhol máshol, ugye ahogy hallottuk az imént az első világháborúban a borzalmak, a káosz, a felfordulás, ami ugye ennek a elindítását jelentette, majd utána az egészen kiterjedt a második világháborúig, amikor szintén ugyanolyan borzalmak és ugyanolyan felfordulás lett, történt. De az látható, hogy a szürrealizmusnak a máshol meglévő ágai, illetve a magyarországi nagyon-nagyon jól rezonálnak egymásra, és nagyon-nagyon érzékenyen érintik egymást. And so I just want to end by introducing you to the teams that really made all of this possible, Adina Kemian-Kazdan, who is our curator of modern art in Jerusalem, and whose real specialty is Dada and Surrealist art. And for her, as for me, the thrill of seeing our pictures at home in another home setting is really quite something. And in a moment, Adina, you will have the privilege of touring this half of the exhibition with Adina. So our first thanks really go to Adina and to her colleagues in our museum who made our exhibition here possible. And where's Monica Kuman, who with her colleagues produced the Hungarian surrealist portion of the exhibition, and you'll be touring that with Monica and her colleagues after Adina has finished. And finally, and with that, I simply need to say, even in his absence, that Laszlo is a great friend and a great colleague and a great collaborator, and his openness to taking advantage of this moment of spontaneity in a way that would be as resonant as this is something that really was very, very much appreciated by all of us. And we hope will be enjoyed by all of you. És még mielőtt átadnám a szót kolléganőmnek, hadd mondjam el, hogy Bán Lászlóval nagyon-nagyon jó volt együtt dolgozni, rendkívül nyitott, nagyon jól tudtunk kooperálni, és igazán jó barátomnak mondhatom. Hasonlóképpen a magyar kurátorokat, Évükön Kumi Mónikával, aki majd a kiállításnak a magyar vonatkozású részében fogja a sajtóképviselőket kalandolni. De még mielőtt mindez megtörténik, szeretném bemutatni a mi múzeumunk részéről ennek a területnek a kurátorát, Adina Kemian-Kazdan, aki körbe kalandol minket az Izrael Múzeumból érkezett Dada és Surrealista stílusú képeknek a során. So with that, really, we hope you enjoy the exhibition now and through the next several months, and we give you Adina. És remélem, hogy élvezni fogják a kiállítást most is, és a következőben is. Köszönöm szépen! Átadnám önöknek a kurátorokat, vagy fordítva, szeretném felhívni a figyelmet, hogy a nagy kiállításhoz kapcsolódóan a harmadik emeleten egy magyar kísérleti avantgárd film nagyon szorosan kapcsolódó szatellit kiállítását lehet majd megtekinteni, szintén holnap 11 órakor fog az is megnyílni, annak a kurátora Orosz Márton, tehát nem két kiállítás, hanem többképpen két és fél kiállítás látható. Köszönöm szépen!